Na, már egy kicsit sötét van, de ők lennének az új jövevények. Kicsit van egy kis para, úgy látom, de hát ez ilyenkor természetes. A bak az egyébként nagyon jó pofa, nagyon csinos, tetszetős darab. A gyerke egy picit olyan furcsa szemből az arca, a feje, de majd meglátjuk, hogy ő milyen lesz. Kicsit olyan őzikése, vagy nem is tudom milyen felszerkezete van. A szarva is sokkal kisebb. Fél évesek, nem testvérek, úgyhogy most már akkor van egy idegen bak, ugye, aki mindenki számára idegen az itt lévő nőstények közül, és elméletileg akkor most már csak várni fogunk és figyelni, és remélhetőleg majd teszik a dolgokat. De most beviszem őket, mert sok a stressz mára. De sokat nem láttuk, kénytelen vagyok bebújni hozzájuk. A nőstény egyébként elég jól viselte, meg se szólalt. Na várjál, az baj, nem sok helyen van. De valahogy majd kimászunk, csak a szarvával se akarom, hogy megsértsen. Ez az. De nagy... Aha, igen. Várjál, menjek ki, aztán utána majd kiabálj. Ez az. Ez az. Kint volnánk. Többiek is néznek, hogy mi a helyzet. Már érzik a szagot is. De kúszban van ő is, amúgy. Hallja a másikat is, meg a többit is. Aha. De jó bűnösek vagytok. Mármint a bak. Na, egy rövid bemutató. Nagyon pofás a bak egyébként. Nekem nagyon szimpatikus. Nagyon tetszik. Nem olyan, mint a nősténynek volt ugye a gidája. Ez az unalmas, sima, barna bak. És azonos korú azzal, és látszik, hogy egy kicsit már fejlettebb is talán. Meg érdekes, hogy ez nem bogyózik, hanem kolbásztarik, most ahogy nézem. Viszont a kicsitől, amit hoztam vele, mi hamarabb el kell különítsem, ez a lényeg, gyorsan azt elmondom, mert nem akarom, hogy alávágjon, véletlenül besüljön, mármint, hogy sikerüljön az összeugrás, pedig eddig együtt voltak tartva, mert az is még csak fél éves. Tehát, hogyha ez most megfogan, akkor még túl fiatal lesz ahhoz, hogy kihordja, és bele is pusztulhat, nem csak az újszülött, hanem ő maga is. Úgyhogy még ma este együtt hagyom őket, tehát a bakot, meg az új gyerkét, az új bakot, ahogy együtt is voltak, csak hogy ne legyen annyira stresszes számukra az este, de utána el fogom őket különíteni, mert félek, hogy alávág majd túl korán. Annyi, hogy itt kinyitom nekik a helyet, aztán majd bejönnek, ismerkednek itt. Ide be tudnak bújni estére. Úgy döntöttem, kíváncsiságból behozom az új gyerkét, mert a bak annak ellenére, hogy ők most mind a ketten stresszelve vannak, új helyen vannak, folyamatosan csak követi, szaglásza, ugrálná, gondolom, hogyha még egy kis idő eltelne és hagynám. Úgyhogy megnézem, hogy itt bezárva a többiekkel hogyan viselkednek, nem-e űzik a régiek az újat, ha nem, akkor inkább már elválasztom, nehogy ebből később gond legyen. Ha eddig már nem történt probléma, mert ugye eddig, mint mondtam, össze voltak zárva, tehát én olyan nagyon nem akarom ezt hagyni. Úgyhogy ők most nyilván egy kicsit majd sikítoznak egymás után.
Állítólag tiszta kameruniak, de nekem nagyon úgy tűnik, mint a holland szerű lenne. Viszont anyuka is nagyon érdeklődik, úgyhogy őt meg lehet, hogy kiengedem hozzá. Az is lesz. Nem kell fosni. Most ő is meg van illetődve. Hát így nem tudom kinyitni az ajtót. Menj csak ki. Tessék ismerkedni. De hát úgyse lesz semmi, mert nem fogja felérni. Meg hát még fél éves elméletileg már ivar érett lenne nagyjából, de azért ez még korai. Tehát nem fogja ő felérni. Hát igen, anyuka inkább a kicsi iránt érdeklődik. Jobban. Ami egy kicsit szivárvány színű nekem. Nem kéne. Hol lesz itt játék? De hát az, hogy csak játék lesz. Én azt se bánnám egyébként, ha beűzni, én abba bíztam, hogy lesz majd akkora. És akkor most ugye szeptember 20-a, 18-a van. Bár most nem tudom pontosan, hogy ivarzik, elméletileg olyan 20-22-23-ra kalkuláltam, ahogy korábban én láttam, hogy rajta volt. Hát igen, most a bak is meg van zavarodva, menne a régihez, az ismerőshöz. Na, egyelőre így hagyjuk őket, aztán meglátjuk, mi lesz. De elérni nem fogja, azt tuti. Sajnos, pedig már nem bántam volna, és akkor lett volna tavaszra kiskecske, meg lett volna tavaszra tej. Ne hozzám gyere, húgyos. Ott a mit ugrálsz? Úgy pattog, mint a gumilabda. Mondom, pofás, amúgy, tetszetős. Na csak játszattuk az eszeteket. Felé. Kapufa. Na menjél utána. Ne itt leskelődj nekem.